Gyurkó István vagyok, nyugalmazott trombita művész a Pannon Filharmonikusok zenekarában, és egész életemet ebben a udvarban, a szakmai pályafutásom nagy részét ebben az udvarban töltöttem, a régi Liszteremben. Nagyon sok szép emlék fűz ehhez, nagyon sok híres emberrel, művésszel dolgoztam együtt. Ma sajnos nem annyira szuper állapotok uralkodnak itt, de a szimfonikus zenélés ma megtalálta méltó helyét a Kodály Központban, illetve hát még a Pécsi Nemzeti Színházban is, ahol régen is az életünk másik részét töltöttük. Ebben a teremben volt a diplomahangversenyem annak idején, főiskolásként, és Antal Gyurka bácsi vezette Liszt kórussal is rengeteget szerepeltünk. Hogy is néz ki a zenész élete? Hát reggel, fölkelés, utána próba előtt egy kis gyakorlás, aztán próba, utána, ha valaki még mással is foglalkozik, mondjuk tanítás, és legtöbb esetben este vagy próba, vagy valami előadás színházban, vagy hangversenyen, és gyakorlatilag a 24 órából 12 bizonyára el is telt. Pécsi utcákon, ha jár, a sok szép pécsi nénit nézi. Pécsi bácsi belé, jó magát csak Pécset érzi, jó kedve az égig ér, és felette az ég is Pécsi.